Új sportágakkal és megnövekedett résztvevői számmal veszi kezdetét Kolozsváron a harmadik sportolimpia. A sporteseményen vasárnapig a futball, kézilabda, kosárlabda, röplabda, úszás, atlétika, asztali tenisz és a strand röplabda versenyszámokon fognak megmérkőzni az Erdély minden tájáról érkező középiskolások. A sportolimpia harmadik kiadása kezdődik kedden Kolozsváron, ahova mintegy 5000 erdélyi középiskolást várnak. A résztvevők 8 sportágban szállnak versenybe, ezekből az asztali tenisz és a röplabda újdonságok. Bodor László, a sportolimpia elnöke úgy fogalmazott, a rendezvény hiánypótlóként jött létre, ugyanis a romániai középiskolákban a testnevelés oktatása, a mozgáskultúra népszerűsítése még mindig sok kívánivalót hagy maga után. A sportolimpiának már hagyományosan, így idén is egy elismert sportszemélyiség a fővédnöke. A romániai magyar paralimpiai világ és Európa bajnok kerékpározó lesz jelen a rendezvényen. Az idei fővédnökünk Novák Ede. Azt gondolom, hogy ő nem csak a sport eredményeivel, hanem az egész élet útjával egy olyan komoly üzenetet közvetít a fiatalok fele, aminek remélem az lesz a hozadéka, hogy minél többen kimennek sportolni, hiszen ennek az olimpiának elsősorban az a célja, hogy egy egészséges társadalmat építsünk és növeljük a mozgáskultúrát. A sportolimpia célja, hogy az egyéni és csoportos olimpiai sportágakat közelebb vigye a diákokhoz, ugyanakkor lehetőséget szeretne biztosítani a sportoló középiskolásoknak és a kísérő szaktanároknak a bemutatkozása a megmérettetésre. A szeptember 23-áig tartó versenyt az RMDSZ, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, a Testnevelő Tanárok Országos Tanácskozása, az Oktatási Minisztérium és a Bábesbolyai Tudományegyetem közleműködésével szervezi.